épp testben, épp lélek. Ez is lehetne az Erdélyi Kárpát Egyesület programjainak mottója, hiszen a szabadban történő sport a legerősebb immunerősítő. Az Egyesület 15. alkalommal síversenyt szervez 15 év alatti gyerekeknek. Erre hívja fel a figyelmet Veres Ágnes és Bránya Róbert az EKE Kolozsvár 1891 részéről. Az alsó korhatár az nincsen megszabva, tehát 2-3 éves kortól lehet jelentkezni, 15 éves korig, tehát azok a gyerekek indulhatnak, akik még nem töltötték be a verseny napjáig a 15. életévüket. Kritériumok léteznek ilyenkor, tehát hogy azért azt figyelembe veszitek, hogy hányszor volt síléc a gyereknek a lábán, tehát hogyha egyszer-kétszer csúszott valahonnan le, az még nem tud a síversenyen részt venni, gondolom. Hát sajnos ezt nem tudjuk figyelembe venni, ugyanis akkor nagyon sok kritériumot kéne felállítani, úgyhogy aki csak egy párszor csúszott addig, az inkább élvezi a versenynek az élményét, a szépségeit, fájdalomdíjban, oklevélben részesül, úgyhogy reméljük, hogy ő is boldogan távozik erről a rendezvényről. Még mielőtt a programfelelőst kérdezem a részletekről, hadd mutassak be a nézőknek két kislányt, akik már a sokadik síversenyük után vannak, és akik feladják a leckét nekünk felnőtteknek is annak kapcsán, hogy miért is érdemes sportolni, adott esetben sízni. Akkor először mutatkozzatok be a kamerának, hogy hívnak? Veres Zsófi. És téged? Szabó Vencel Nóra. És ti részt fogtok venni a márciusi síversenyen, hogyha jól tudom. Hogyan készültök ti erre a síversenyre? Hát, nagyon sokszor voltam síversenyen. Igen. És miért tetszik neked? Miért mész te a síversenyre? Engem, hogyha vernének, sem mennék el síversenyre, mert attól tartok, hogy elesek, hogy kitörik a lábam. Te nem félsz az ilyesmitől? Nem. Nagyon szeretek sízni, mert sízni nagyon jó. Na, és te hogy vagy vele? Hát, én úgy készülök a síversenyre, hogy általában elmegyek még egy pár síversenyre, hogy jobban meg. Edzésben legyél. Igen. Igen. És nekem, én nagyon szeretem a síversenyeket, mert sosem megyünk el úgy, hogy nem kapunk semmit. Tehát, hogy itt azért díjakról is beszélünk, ugye? De ti hány évesek vagytok? Áruljátok el nekem. 8,5. És te? 9. És úgy beszéltek már a síversenyekről, mint aki már nagyon sok síversenyen vett részt. Hány síversenyen voltatok eddig? Én most hirtelen nem tudom, olyan 3-4. Wow, és te? Hát én az EKE síversenyen 8-7-szer volt. Ami azt jelenti, hogy hány éves korod óta? 2. 2 éves korodban már sílécet tettek a lábadra? Igen. És itt beszéltetek a díjakról, mire számítotok? Milyen díjra számítotok? Csokira és valamilyen játékra meg ajándékra. Én nem, tulajdonképpen nekem mindegy, ha kapok vagy nem. Én örülök, ha részt vettem. Nem tudom, hogy mire számítok. És azért mondjátok el azoknak a nézőknek, akik nem annyira sportosak, mint ti, miért jó sízni? Mert nagyon jó. Nem süt a szemedbe a nap, mert van rajtad síszemüveg, és nem is fázol, mert jó melegen fel vagy öltözve. Mégis izzadsz olyan sokat sízel. Mégis jó sport, és jól megmozgat. Te mit mondanál a lustább nézőknek, akik azért nem vesznek sílécet a lábukra? Hát, hogy próbálják meg, mert kár kihagyni. Miután lejár a 15. gyereksíverseny, folytatódnak az EKE tavaszi programjai. Bránya Róbert örömmel mondja, hogy ezekre a programokra immár évek óta nagy számban jelentkeznek olyan személyek, akik nem EKE tagok, de akik rájöttek, hogy a szabad levegőn való mozgás, a csoportos kirándulások, a versenyszerű együttlétek, lélek és testerősítők. Lejárnak a síversenyek, és utána már nagyon közeleg a teljesítménytúra idény. Tehát május 11-én lesz a Jókai Mor teljesítménytúra, gyalogosan kerékpára, utána
június 8-án nagyon szeretnénk, hogyha meg tudnánk szervezni első ízben a Bánfi Miklós teljesítménytúrát, ilyen még nem volt. És június 29-én Vasvári Pál kerékpáros teljesítménytúra, augusztus közepén ugye a Magyar Napok elő rendezvényeként pedig a Kóskároly teljesítménytúrák, ugyancsak gyalogosan és kerékpárral is. Azon kívül pedig havonta sok különféle gyalogos túránk lesz, meg kerékpártúrák is, gyerekeknek is külön lesznek kerékpáros túrák, tehát lesz két ilyen gyerekbarát kerékpáros túra. Egy a Székelykő körül, egy pedig a Dregántó körül, tehát ezek tényleg minden korosztálynak szólnak majd. A rendezvény célja hasznos időtöltést biztosítani kicsiknek és nagyoknak egyaránt, megszerettetni a gyerekekkel a téli sportokat, egészségesebb életmódra nevelni őket, ugyanakkor lehetőség a kiválóságok felfedezésére is. A szervezők elmondták, idén családi síversenyt is terveznek, amelyre március 16-án kerül sor, a részleteket hamarosan közzéteszik. A gyerek síversenyre az érdeklődők március 7-éig, csütörtökig még jelentkezhetnek. Részleteket a www.ekekolozsvár.ro honlapon, vagy az Erdélyi Kárpát Egyesület Kolozsvári Fiókjának Facebook oldalán találnak.